Agyapáros fürdő bejáratánál található Szent Györgyi szobor megkoszorúzását követően a Táncsics Mihály gimnázium aulájában gyülekeztek a Rotary Klub borosháza tagjai és meghívott vendégeik. A charter újraalapításának 20 éves ünnepi ülését tartották meg. A vendégek köszöntését követően elsőként Polyák János a klub 2023-2024-es évének elnökét szólította mikrofonhoz a program műsorvezetője Benkő Mihály. Az elnök ünnepi beszédében kiemelte, hogy a barátság az a szikla, melyre a Rotary épül, és a tolerancia az az elem, ami a Rotaryt összetartja. Sokfelől jönnek, eltérőek a tapasztalataik, mégis sok a közös a szervezet tagjaiban. Az apropó, ami miatt itt vagyunk, hogy a 30-as években már működött Rotary Klub Borosházán, majd egy hosszú szünetet követően 2004-ben újjáalakult a klub, és azóta is a rászoruló és a tehetséges gyerekek támogatására használjuk fel lobbyerőnket és tevékenységük fókuszában is ez áll. 100 vendéget várunk, rotarista barátainkat, hozzátartozóikat és a városvezetőit is természetesen, és töretlenül szeretnénk tovább dolgozni a város és vonzás körzete érdekében. Szabó Géza, az orosházi Rotary alapító elnöke egy kisebb időutazásra invitálta a vendégeket. Kiemelte, milyen különleges érzés volt számára ez a szombat délután, hiszen 20 évvel ezelőtt pont azon a helyen mondhatta el alapító beszédét. Hozzátette azt is, hogy büszkék lehetnek mind az alapító tagok, mind a jelenlegi rotaristák munkájára. Olyan barátokat, olyan ismerősöket tudtunk akkor 2004-ben behozni, akik olyan alapot adtak a klubnak, hogy a további felvételekkel együtt, hiszen mindig közösen dőlt a klub a felvételekről, egy erős, működőképes, a közért, a jó szolgálatért, a barátságért dolgozó klub működött és él Orosházán. A Magyar Rotary District 2023-2024-es évének elnöke Kovácsné Gila Erzsébet mondta el a következő köszöntőt, az orosházi rotaristákkal pedig töretlen barátságként jellemezte kapcsolatát, hangsúlyoz, vagy egy kellemes, egyben céltudatos klub életét követhetik figyelemmel. Orosháza polgármestere Dávid Zoltán is örömét fejezte ki, hogy részt vehetett a rendezvényen. Köszöntőjében elmondta, hogy olyan közösségbe lépett be a Rotarynál tett látogatásai alkalmával, amely már többször is bizonyított. Ezt elnök urak kivétel nélkül, és nem csak a most jelenleg regnáló, hanem a korábbi elnök urak is Orosházát tudom elsősorban nyilván mondani, és mivel láttam a munkájukat dicsérni, és Orosházáért az itteni munkájukat elismerve nagyon sokszor felfigyeltem rájuk, és nem csak én, hanem Orosháza várospolgára is felfigyeltek erre a munkára. Az ország különböző pontjairól érkező klubok képviselői is megköszönték a meghívást, valamint méltatták az orosházi klub tevékenységét, egy-egy ajándékkal vagy éppen díszoklevéllel is kifejezve elismerésüket. Kitüntetéseket is átadtak, valamint új tagokat is avattak, majd állófogadás következett, ami után pedig a Petőfi Művelődési Központ felé vették az irányt. A színházteremben tartották ugyanis a Brigád Napló című film díszbemutatóját. Itt először Mészáros Zoltán köszöntötte őket, aki a Magyar Rotary korábbi kormányzójaként és egyben a film producereként érkezett Orosházára. Ezt követően a színpadra szólította Rákász Bélát, az ismert lemezlovast, és a Balázs Béla díjas Szőke Andrást, aki egy kisebb humorestel is megörvendeztette a nézőket a vetítés előtt, mesélt saját életének mulatságos pillanatairól, valamint a film készítésének a körülményeiről, a részvevő színészekkel kapcsolatos érdekességekről. Ezt követően tényleg nem maradt más hátra, mint a film megtekintése.